Köszöntöm Önöket az Érci zónában. 30 éves születésnapját ünnepli városunk. A jeles évfordulóhoz kapcsolódó összeállítással indítjuk műsorunkat. A jó időnek köszönhetően zavartalan a munkavégzés a hulladéklerakó felszámolásánál. Rövid tudósításunkat követően beszámolunk a kéményseprő ipari közszolgáltatás január 1-től életbe lépett változásairól. Éves munkatervét és beszámolóját tették közzé a Reguli Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház munkatársai, ahol az érdeklődők a felújított udvari szárnyat és tetőteret is megtekinthették. Nyilvános szakmai napon mutatták be a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési folyamatokat. Interjút láthatnak dr. Imre László megyei jegyzővel, akit a fejlesztési célokról is kérdeztünk, és Hutvágerné Kasper Judittal, a Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének vezetőjével, aki a térségi fejlesztési egyeztetéseinek összehangolásáról adott tájékoztatást. Ezt követően az Érci Farsangolóbálhoz kapcsolódó legfrissebb információkkal jelentkezünk. Választási rovatunkban segítséget nyújtunk a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, a fogyatékossággal élő választópolgár segítsége és személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem kitöltésével kapcsolatban. Majd kulturális rovatunkban a Magyar Kultúra Napjának programját és a Vince Naphoz kötődő népi hiedelmeket ismertetjük. 1882. januárban született dr. Köves János állatorvos, aki Zircen látta meg a napvilágot. Életútjának felvillanása után 1994-ig ugrunk vissza az időben, és televíziónk 20 évvel ezelőtti felvételét vetítjük, amely Zirc városáavatásának 10. évfordulóján készült. Jó szórakozást kívánunk! Január 13-a nevezetes dátum Zirc történetében. Pontosan 30 évvel ezelőtt avatták városá településünket. A következő percekben az Érc és Vidéke újság 1994. januárjában megjelent cikkéből idézünk, szerzője dr. Varga Tibor. Az 1980-as évek első felében pályázta meg a város státusz elnyerését Zirc nagyközség, illetve Zirc nagyközség közös tanácsa. Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu községek és Eplény, mint Olaszfalu része. A pályázat előkészítése több éven át tartott. Akkor még együttes miniszteri rendelet sorolta fel több oldalon át azokat a feltételeket, melyeknek egy városi rangra pályázó településnek meg kellett felelnie. A városi rangra pályázás előkészületei között alapvetően településfejlesztési beruházások szerepeltek, természetesen szükség is volt rájuk. Nem csak azért zajlottak, mert a pályázati mutatóknak meg akartak felelni. De jelentős részben ezt a célt szolgálta az írt 800 éves fennállása alkalmával rendezett ünnepség sorozat is. Tulajdonképpen ez volt az egyik alapvető esemény, amely a kulturális közélet területén alkalmat adott olyan formális és informális kapcsolatok kialakításához, amely kapcsolatokat csatasorba lehetett állítani a várossá nyilvánítás iránti pályázati siker reményében történő előkészítéséhez, illetve a pályázat kedvező elbírálásához. A városá nyilvánítás előkészítési folyamatának fontos szereplője volt az akkori nagyközségi, később városi tanácselnök, aki településfejlesztési igények kielégítéséhez szükséges források, valamint általában a városá nyilvánítás támogatása terén eredményes kamarilla politikát folytatott. Elépések között olyan is szerepelt, mint a társközségek önállóságának megszüntetése és zirtszeletséges közigazgatási területté nyilvánítása. Utólag megítélve ez nem bizonyult szerencsés lépésnek. A települési önállóság megtartása mellett létrehozott közös tanácsok és kényszerházasságot jelentettek, a települési önállóság megszüntetése pedig még a maradék gazdatudatot is elnyomta az érintett falvakban. Végül elkészült a pályázat a végleges formájában, és területi szinten támogatta is minden szervezet, amelynek előzetes véleménye kellett az elbíráláshoz. Így született meg az elnöki tanács két határozata, amelyek közül az első egységes közigazgatási területté nyilvánította a közös térség településeit Zirc néven, majd az ennek eredményeként létrejött települést 1984. január 1-i hatállyal várossá nyilvánította. Ezt követően kitűzték a Városi Tanács ünnepi alakulőülésének időpontját 1984. január 13-ára, péntekre. Az ülésen a politikai és államhatalom minden szinten képviseltette magát. Az ünnepi ülésen megalakult a Városi Tanács, a Tanács Végrehajtó Bizottsága, és megválasztották a Városi Tanács elnökét. Kedves nézőink! A 30 éves jubileumhoz kapcsolódik magazinműsorunk is, amelyben Zirc városáavatásának 10. évfordulóján készített felvételünket vetítjük majd.
A város területén lévő felhagyott települési szilárd hulladéklerakó által okozott szennyezés megszüntetése céljából a kármentesítési beavatkozást a közbeszerzési eljárással kiválasztott konzorcium 2013. augusztus 12-én a munkaterület átvételével megkezdte. A terület előkészítése, a bozót és cserjeírtás és a gépi kaszálás után kitűzték az ingatlan határokat. Kialakították a lerakó szomszédságában az ideiglenes tárolóterületeket, és kiépítették a hulladéktest felszámolásakor kitermelendő szennyezett csurgalékvíz megtisztításához szükséges műtárgyakat, medencéket. A kivitelező beszerezte a szükséges hulladékkezelési engedélyeket a környezetvédelmi hatóságtól. A hulladéktestet lefedő földréteg rostálása itt zajlik. Megkezdődött a kommunális hulladék elszállítására szolgáló mezőgazdasági út megerősítése. A hulladékszállítás Olaszfalu felé vezető földúton, keresztül a 82-es számú főúton fog történni. Új is a seprő, meg nem is. Továbbra is Zircen érhető el a kéményseprő ipari közszolgáltatás. Kelemen Gábor sajtóreferens írása. Január 1-től az egész megyében a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRT végzi a kéményseprő ipari szolgáltatást. Egy ideig úgy tűnt, hogy az ügyeket is Veszprémben lehet majd intézni, de végül létrejött egy kirendeltség Zircen. Költözni sem kellett, továbbra is a zöld bányászház földszintjén működik az iroda. Mint arról novemberben hírtattunk városunk honlapján, a Hebokém Zirci Közszolgáltató BT a tavalyi év második felében gazdaságilag ellehetetlenült, ezért a betéti társaság vezetője a saját cége ellen végelszámolást kezdeményezett. A társaság egyik profilját, az ingatlan kezelést ettől az évtől a társasházi közgyűléseken hozott döntések következtében a Zirci Városüzemeltetés kiemelten közhasznú non-profit Kft. Látja el, míg a másik tevékenység a kéményseprés beleolvadt a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRT-be. A jelenleg is végelszámolás alatt álló Zirci cég két irodai munkatársa átkerült az ingatlan kezelést ellátó gazdasági társasághoz, a korábbi üzletvezető a VKS Kéményseprési Üzem Zirci kirendeltségének vezetőjeként folytatja a munkát három kéményseprővel. Henrik József kirendeltségvezetőtől megtudtuk, a kéményseprési szolgáltatás egységes irányítása alá került a megye teljes közigazgatási területén. Annak felelőse Veszprém megyei jogú város önkormányzata, a tevékenységet pedig a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató végzi több kirendeltséggel a megyében. A kéménysepréstől egyáltalán nem idegen szerencse fogalmát is használja a kirendeltségvezető, amikor az Zirci kirendeltség létrejöttéről beszél. Úgy látja, ezzel mindenki jól járt, hiszen Zirci és a térség lakosságainak nem kell a megyeszékhelyre utaznia ügyet intézni. Azt tartják, szerencsét hoz, ha egy kéményseprővel találkozunk, különösen új év reggelén. Erre idén nem került sor, hiszen az átállás sok adminisztratív terhet ró a szolgáltatóra, a tényleges munka később veszi kezdetét. Az iroda ajtaja ugyanakkor már nyitva áll, meghatározott rendszerint fogadják az ügyfeleket. A háztömb kaputelefonjára a Hebokém helyett a kéményseprés van feltüntetve, az ügyintézés helyére érkezvén nem a második, hanem az első ajtón kell belépni, de a lakosságot érintő lényegesebb változások a szolgáltatóváltás ellenére nem történtek ennél az iparágnál. A kirendeltségvezető elmondta, ugyanakkor a területen, ugyanolyan ütemezésben járják majd a kéményseprők a településeket, az iroda telefonszáma változatlan, s a tavalyi második fél évi rezsicsökkentett közszolgáltatási díjak maradtak érvényben. Éves munkatervét és az előző évhez kapcsolódó beszámolójának ismertetése várta az érdeklődőket a Reguli Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház. Dr. Rutkai Miklián Eszter igazgató bevezetőjében ismertette az alapító okiratban is szereplő szakfeladatokat, melyeket az intézmény dolgozóinak aktív közreműködésével és a különféle pályázati lehetőségeknek, támogatásoknak köszönhetően teljesítettek. Krimer Anna számolt be a gyűjtemények kezeléséről. Ebben az évben került sor a néprajzi gyűjteménynek, ami bekerül, tehát a lehatározott néprajzi gyűjteménynek a konzerválására, tisztítására. Ez összesen 691 darabot jelent a 729 tárgyból, tehát a jelentős részét megtisztítottuk ezeknek a tárgyaknak. Mér Júlia festőművész gyűjteményének lehatározása is folyik, közel felénél jár az intézmény a feldolgozásban. Közel 32 millió forint LIDER támogatásból újul meg a múzeum, amely az udvarisztán építészeti megújítását jelenti. Varga Gábor elmondta, hogy ebből az összegből fejlesztik az alkotóműhelyeket, új tetőt kapott az épület, az itt létrejött és beépített tetőtér ad majd helyet a látogatói raktárnak, amely egy másik pályázat részét képezi.
A LEADER projekt keretében alakították ki a kor elvárásai szerinti földszinti vizes blokkot, a tetőtéri központi fűtési rendszert. Egy elméleti és egy gyakorlati kézműves foglalkozásokat tartunk. Horváthné Gazder Márta a TÁMOP projektről beszélt részletesen. A Nomád Múzeum címmel megvalósult a pásztorkodáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati foglalkozások az Irci óvodában és általános iskolában, a 3. Béla gimnáziumban, valamint a Dudari, a Bakony-Szentkirályi és a Nagy Igmándi általános iskolában zajlanak. A több mint 10 millió forint pályázati összeg fedezi a kézműves foglalkozások anyag- és tárgyszükségletét, valamint a projektzáró rendezvény a diákok Szentendre és Kanzelmentet látogatását. A tavalyi év gazdaprogramjai között szerepelt a színvonalas bakonyi mesterek, bakonyi műhelyek kiállítás megnyitása, a múzeumok éjszakája és rokon népek napja. Megújult a Reguli Antal életét bemutató kiállítás is, amely Utazás az ismeretlenbe címmel nyílt meg. Dr. Rutkai Miklián Eszter bemutatta a múzeum logóját, amely egy masnyis motivumot ábrázol, és az intézmény 4 tevékenységére is utal. A beszámolót az idei év közművelődési munkatervének ismertetése és az udvari sztárny, valamint a tetőtér épületének megtekintése zárta. Nyilvános szakmai napot tartott a Veszprém megyei önkormányzat a Városházán, ahol ismertették a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó megyei népesség megtartási, gazdasági és közlekedésfejlesztési célokat. Zirc és környéke fejlesztési prioritásai 3 területre oszlanak. Népesség megtartás, gazdaság, illetve közlekedésfejlesztés. A gazdaságfejlesztés 3. pillére az erdőgazdálkodás faipar, a járműipari, klaszterbe beágyazódó gépipar beszállító üzemei és az idegenforgalom fejlesztése. Mind a turisztikai fejlesztésekhez, mind a térség megközelíthetősége, biztonságos és hatékony belső átjárhatósága, mind a térség beszállítói szerepkörének erősítése érdekében alapvető cél a közlekedésfejlesztés. A tervek között szerepel a 82-es főút fejlesztése nyomvonal korrekciókkal, a túlterhelt települési szakaszok kiváltásával, elkerülésével és a hálós közlekedési hálózat kialakítása részenként hiányzó településközi kapcsolatok megteremtésével. Tavalyi végén fogadta el az országgyűlés az országos területfejlesztési koncepciót, és ennek eredményeképpen az év végén a megyei jogú város egyetértésével elfogadta a megyei területfejlesztési koncepciót. Ezt követően nyílt arra lehetőség, hogy a megyei önkormányzat most már az operatív program kidolgozásához kezdjen, és ennek nyitó rendezvénye volt most itt Zircen, Zirc város térsége vonatkozásában. Azt a célt szolgálta ez a rendezvény, hogy megismerjük a helyi önkormányzatok, gazdasági szereplők, társadalmi szervezetek véleményét, javaslatait, hogy milyen irányba folytassuk a tervezést. Zirc és térségét illetően már le lettek fektetve a fejlesztési célok. Melyek voltak ezek, mik a prioritások? A fejlesztési célokat a megyei területfejlesztési koncepcióba rögzítettük. Ebbe Veszprém megye egy saját utat követett, mert nem volt jogszabályi követelmény, hogy térségi szintre bontsuk le a megyei területfejlesztési céljait, és hát ott van az önkezében az az oldal, ami egyébként a megyei önkormányzat honlapján megismerhető. Itt határozta meg a térség megyei önkormányzattal karöltve, hogy melyek azok a gazdaságfejlesztési célok, amelyeket fontosnak tart. Itt az ipar, a turizmus, a környezetvédelem, illetve az erre épülő iparágaknak a jövőbeni fejlesztése mindegyike megtalálható. Természetesen, mert a háttérbeszélgetésben ez kérdésként merül fel öntől, ez nem jelenti azt, hogy a következő 7 évben ezen ne lehetne módosítani, illetve azt sem jelenti, hogy ha esetleg olyan célt szeretne a térség megvalósítani, a megyei oldalon nincs benne, de a megyei koncepcióba szerepel, hogy azt ne tehetné meg. A megyei önkormányzat úgy fogadta el a határozatát, úgy fogadta el a megyei területfejlesztési koncepciót, hogy kinyitotta annak lehetőségét, hogy pontosan a programozás időszakában, az azóta eltelt időre is figyelemmel, illetve konkrét javaslat figyelembevételével, ha olyan fontos a térség életét meghatározó új cél jelenik meg, ami méltó arra, hogy a koncepcióba bekerüljön, akkor a módosítás elől nem zárkózik el, ennek a lehetőségét kinyitotta, vizsgálni fogja a megyei önkormányzat, hogy erre szükség van-e, vagy nem. A tervezést ugyebár a megvalósítás követi. Mit gondol, milyen eséllyel fogjuk mi ezt mind megvalósítani, amit kitűztünk célul, illetve mi a siker kulcsa?
Hát nyilván csak úgy érdemes elkezdeni a munkát, hogy reménykedünk és bizakodunk, de hát most a munka időszaka van. Úgy gondolom, akkor leszünk sikeresek, hogyha a terveket megalapozottan tudjuk elkészíteni. A tervezés során két fő elvet követünk, és arra kérjük a térség szereplőit is, hogy a saját munkájukban, elképzeléseik kialakításában is ezt kövessék. Az egyik az integráció, a másik a koncentráció. Ezek az elvek azt jelentik, hogy a viszonylag szűk forrásokra való figyelemmel arra törekedjünk, hogy a forrásokat egyben tartsuk, és az így megfogalmazott projekteket pedig egymáshoz tudjuk kapcsolni. Azaz, hogy egymást erősítsék, egymás hatását így tudjuk úgy megtervezni a jövőt, hogy a lehető legeredményesebb program szülessen. A fórum ugye arról szól, hogy jöjjenek el és mondják el a véleményüket. Hogy értékeli a jelenlévők számát, úgymond? Huncut kérdést tetszett feltenni. Azt kell mondanom, hogy most már majdnem, hogy a végén vagyunk az első körös véleménykörutunkon, hogy jók a tapasztalataim, változó a megjelentek száma és az aktivitás. Én azt gondolom, hogy a mai rendezvény egyébként azt tükrözi, hogy kellő számban jelen voltak, és kritikus észrevételek, javaslatok hangoztak el, illetve olyan vélemények is, amelyek megerősítettek minket abban, hogy a tervezés bizonyos részei jó irányba mennek, illetve hogy milyen irányba kellene még a tervezést folytatnunk. Forintosítsuk a jövőt, Zirc mennyi pénzre számíthat, illetve környéke is? Hát a megyei operatív programnak a keretszámait már ismerjük. Két fő részdokumentumból tevődik össze. Az egyik a gazdaságfejlesztési részdokumentum, ez az egész megyére lebontva, mint egy 21,5 milliárd forint, 7 éves időszakot számítva. A várostérségi részdokumentumra pedig megyei szinten mint egy 17,5 milliárd áll rendelkezésre. Ez az Zirc várostérségét figyelembe véve ez mint egy 1,3 milliárd forintot fog jelenteni. A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport képviseletében vettem részt a mai területfejlesztési rendezvényen, és nagyon hasznosnak találtam ezt a tájékoztatót, hiszen mi is az új ciklusnak a stratégia készítési időpontjánál vagyunk, és most úgy látjuk, hogy lehetőség nyílik ezeknek a fejlesztési elképzeléseknek az összehangolására, tehát az előttünk álló 2-3 hónapban a kistérségnek úgy gondolom, hogy többször össze kell ülnie, le kell ülni és egyeztetni azokat a fejlesztési prioritásokat, amiket akar képviselni, hiszen azok a források, amelyek mind a területfejlesztés, mind a vidékfejlesztés szempontjaiban rendelkezésre állnak, meglehetősen szűkösek, ezért nagyon fontos, hogy olyan projekteket próbáljunk támogatni és kifejleszteni, amelyek komplexek és a lehető legnagyobb hatást fogják elérni a térségben. Úgy gondolom, hogy elsősorban itt most az önkormányzati fejlesztéseket is össze kell hangolni, és ezzel párhuzamosan természetesen be kell vonni az érdekelt vállalkozókat és a civil szervezeteket, hiszen akkor tudunk komplex és integrált fejlesztéseket elérni, ha mindegyik szféra képviselteti magát ezekben a fejlesztési elképzelésekben. Munkáltatói fórumot tart a Veszprém megyei kormányhivatal munkaügyi központja, valamint munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve a Városházán január 20-án hétfőn 13 órától. Zirc Városi Önkormányzat, a Béke Fiatalvárosi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, az Zirc Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Zirci Országzászló Alapítvány szeretettel hív és vár mindenkit, aki szeretne eltölteni egy kellemes, jó hangulatú estét barátaival, kollégáival, és február 15-én szombaton 18 órától a Reguli Antal Szakképzőiskola tornacsarnokában negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Zirci Varsangoló Bál. A zenéről az Alibi Együttes, Magyarország egyik legkeresettebb rendezvényzenekara gondoskodik. A korlátozott létszám miatt jegyeket csak elővételben lehet vásárolni január 21-től február 11-ig a József Attila utca 1-es szám alatt. A nagy érdeklődésre tekintettel részvételi szándékát kérjük minél előbb jelezze. Zongora tanszaki hangverseny tart a zeneiskola január 22-én, szerdán 16 óra 30-tól az intézmény hangversenytermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A budapesti Karinthy Szalon Művészeti Galériában nyílik meg Földesi Barnabás Gerber Pál festőművésszel közös kiállítása január 22-én, szerdán 18 órától.
Január 1-től a központi névjegyzékbe való felvétel alapján a választópolgárok kérhetik a nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételüket, kérhetnek segítséget a szavazáshoz, illetve megtilthatják adatai kiadását a jelölő szervezeteknek, jelölteknek. A kérelmet levélben vagy személyesen a postai úton kiküldött formanyomtatvány kitöltésével, vagy elektronikusan az alábbi internetes oldalakon nyújthatják be. A Magyar Kultúra Napján Magyarnak maradni Európában címmel rendez ünnepi műsort intézményünk, melyen közreműködik Rábai Zsanett, Földvári Gábor és Steinbach Ádám. A rendezvényen nyílik meg a 3. Béla Gimnázium művészeti tagozatos diákjainak kiállítása is, melyet Szejfer György művészeti igazgató helyettes nyitja meg, közreműködik Gál Alexandra. Szeretettel várunk minden érdeklődőt a január 22-én, szerdán 17 órakor a Könyvtár Klub termében kezdődő irodalmi délutánra. Január 22-e nem csak a Magyar Kultúra Napja, hanem Szent Vince ünnepe is. A népi megfigyelések szerint, ha Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. A szülőtermesztő falvakban sok helyen volt szokásban az úgynevezett vincézés, amelynek során a szőlőskert széleit szentelt borral vagy szentelt vízzel öntözték meg. Ezen a napon a gazdáknak sok bort kellett innia, hogy bő legyen a termés. A napszokásai közé tartozott még a jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott vincevesszőt a szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan. A jelképes cselekedet szokása Dél-Európából ered, ahol ilyenkor van a valódi szőlőmetszés. Még január végéig nevezhetnek be a gyerekek a könyvtári olvasó versenyre. Aki december 9 és január 31-e között elolvas egy mesekönyvet, regényt vagy verses kötetet, feltehet a hóember hasára egy nevével ellátott hógolyót. Nevezhetnek óvodások, sőt kisebbek is, akiknek szüleik, nagyszüleik, testvéreik olvasnak fel. A jutalmazásról az Együtt a Könyvtárért Alapítvány gondoskodik. Zirtlen született 1882. januárjában Köves János állatorvos, a haza állatgyógyászati oltóanyag termelés megteremtője, nevét utca is őrzi városunkban. Zirtlen járta ki az elemi iskolát, majd Veszprémben folytatta középiskolai tanulmányait. Jeles tanulóként nyert felvételt 1898-ban a Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára. 1902 nyarán, 20 éves korában vette át jeles minősítésű állatorvosi oklevelét. Kis ideig, mint gyakornok a korbonctani tanszéken dolgozott, majd tanársegéd lett. 1903 őszén egy éves katonai szolgálatra bevonult egy budapesti tüzérezredhez. A Budapesti Tudományegyetemen szerzett doktori címet, 1907-ben a három állatorvos doktor egyike lett, Velman Oszkárral és Beskó Józseffel együtt. Néhány évig a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott, majd az 1908 őszén megalakult önálló járványtani laboratórium vezetője lett. Itt tervezte meg a sertéspestis elleni szérum termelés eszközeit. Módszerével Európában először termelt nagy mennyiségben ilyen szérumot. Az 1912. február 1-én megalakult Filaxia szérum termelő RT igazgatója, amely 1923-ban embergyógyászati osztállyal bővült, a vállalat így közvetlenül szolgálta az egészségügyet. 1948-ban a hazai oltóanyag termelői intézeteket Filaxia Állami Oltóanyag Termelői Intézet néven egyesítették, és az állami vállalat műszaki vezetésével ezután is Köves János bízták meg. Az ő munkájának köszönhetően a háború után a Filaxiában az első között indult meg a munka és a termelés. Kövest 1948. októberében a Magyar Tudományos Akadémia a Filaxia státuszából átvette az akadémiai kiemelt tudósok körébe, de szolgálattételre továbbra is a Filaxiához rendelte. Néhány évvel később az Állategészségügyi Kutatói Intézet igazgató helyettesének nevezték ki. Köves János innen ment nyugdíjba, 1958-ban. 1963-ban a járványtan címzetes egyetemi tanára címet kapta. 1977. november 14-én a Farkasréti temetőben tartott búcsúztatása után hanvait Tahi község temetőjében lévő családi sírban helyezték örök nyugalomra. Kedves nézőink, ebben az évben ünnepli Zirc városáavatásának 30. évfordulóját. A jeles jubileum alkalmából már zajlanak a májusra tervezett rendezvénysorozat előkészületei.
Addig is a 20 évvel ezelőtt a 10. évforduló ünnepén készített felvételünkkel emlékezünk 1984. január 13-ára. Szerdán délelőtt 10 órakor kezdődött az a tudományos emlékülés a Városházán, ahol többek között dr. Zongor Gábor, a megyei közgyűlés elnöke emlékezett a Várossá nyilvánítás történelmi előzményeire, illetve dr. Kovács Zoltán, Pápaváros polgármestere beszélt a kisváros és városrészek kapcsolatáról, egyesülésekről, szétválásokról. Ezekből az előadásokból választottunk ki részleteket, amit most közreadunk. Nagyon kellemes folyamat volt erre a mai tanácskozásra való felkészülés, hiszen 10 év, én úgy gondolom, hogy látszólag nem nagy idő, de most visszatekintve a 10 évvel ezelőtti történésre és az azt előkészítő folyamatra, rá kell döbbenni arra, hogy mekkorát fordult és jó irányba fordult a világ, hál' Istennek. Egészen, hogy úgy mondjam, mai szemmel nézve komikus történések is zajlottak akkor, amikor egy nagyon komoly történés előkészítéséről volt szó. Kicsit visszamennék 45-ig, és kicsit megpróbálnék beletekinteni abban, hogy Veszprém megye város fejlesztése hogyan zajlott, ebben hol helyezkedik el az Ircz várossá nyilvánítása, hogyan alakultak a folyamatok később, és aztán a várossá nyilvánítás akkori történéseiről, jogi környezetéről szeretnék szólni, illetve eljutni a mai Magyarországra, és egy kicsit előre tekinteni a jövőre. A 45-ben a jelenlegi Veszprém megye területén, tehát az Alaik, Olide, Oloda tartozások, Kisfehér és Komárom megyei átcsúsztatásokat figyelmen kívül hagyva természetesen, 2 városunk volt, 2 megyei városunk, Pápa és Veszprém. Pápa akkor megyei város volt, aztán majd alárendelődött a járásoknak, aztán újból fölértékelődött el. Most kicsit hadudva a polgármester úrnak. Tehát 2 városunk volt, a többi település, nagyközség, község, beosztott község kategóriában. Az Ircz 45-öt, mint nagyközség érte meg, beosztott községe Nagy Esztergál volt. Ezt követően a szocialista társadalmi építés folyamatában a település fejlesztés is nem alulról történt, hanem fölülről. Így aztán Veszprém megyében született 3 úgynevezett szocialista város, ahol a várossá válás feltételeit is valahonnan fölülről teremtették meg, irányozták elő, alakították ki, legelőször Várpalota, Inotával egyesülvén 51. október 31-én vált várossá, és innentől indultak Várpalotának a jelentős fejlődése. Ezt követte Ajka létrehozása, Tósok-Berénk Delvaló egyesülést követően 59. november 1-én. Majd ezt a városépítési folyamatot megyénkben Tapolca város létrehozása fejezte be 66. április 1-ével. Tehát ezek a városok történelmi előzményekkel, illetve anélkül, mert Ajkánál nagyon sok történelmi előzményben is beszélhetünk, jöttek létre, váltak meghatározójává egy-egy szélesebb, illetve kisebb körzetnek. Majd jött a 3. tanácstörvény 71-ben, ennek mint egy nyitánya a megyékben városfejlesztési szempontból Balatonfüred, melyik egy sajátos város, hiszen üdülő településről van szó. Itt már megjelentek azok a városfejlesztési elképzelések, amelyek mint kritériumok megjelennek Zirc, illetve Zirccel egyidejűleg Veszprém megyében Sümeg városnak a létrehozásának. 71 a tanácstörvény már bizonyos értelemben figyelembe próbálja venni azt is, hogy mi történik helyben. Mi történik egy adott településen, milyen annak a településnek a környezete, hogyan tud egy település a környezetében hatni és létezni. És ennek megjelennek a törvényi szabályozása, illetve ennek a kormányrendeleti szabályozása.
Ez megint egy nagyon érdekes dolog, ugye ma természetes számunkra, hogy van az önkormányzati törvény, és ehhez az önkormányzati törvényhez számtalan törvényi szabályozás kapcsolódik, amely lehetőséget biztosít az önkormányzatnak a létezésre, illetve korlátozza az önkormányzatnak a létezését, attól függően, hogy honnan nézen egy törvénynek a hatályosulását, de ezt alacsonyabb szintű jogszabályok alig-alig tudnak hatni a fő irányokra. Ebben az időszakban, amikor a jogszabályi hierarchiában a törvény ugyan létezett, és ha végig gondoljuk az akkori törvényhozást, évente született 4-5 törvény, amelyeken magasztosak voltak, és alapvetően a törvényszabályozásnak a fogalomrendszeresen mindig felelt meg az igazi jogi szabályozásnak, alacsony szintű jogszabályok voltak, amelyek befolyásolták a folyamatokat, de ekkor a tanács törvény ugye megpróbálja a városi nyilvánítás fogalomrendszerét megragadni, mégpedig egyrészt úgy, hogy megmondja, hogy ki nyilváníthat valakit várossá, ez akkor a Népköztársaság elnöki tanácsa volt, az ő hatásköre volt a várossá nyilvánítás, és hogy hogyan lehet valaki valamely településből város, ez pedig úgy történhet, hogy a nagyközségnek kell kezdeményeznie a várossá nyilvánítást, és a végrehajtási rendelet mondta meg, hogy milyen feltételrendszer mellett lehet egy nagyközségből város. Na most ez a feltételrendszer természetesen kellően árnyalt volt, én megpróbálom akkor pontosan idézni. Azt mondta a végrehajtási rendelet, a kormányrendelet, hogy nagyközség városa nyilvánítását kezdeményezheti a nagyközség tanácsa, ha a község gazdasági élete jelentősen fejlődik, és a községben olyan kereskedelmi, művelődési, egészségügyi intézmények vannak, amelyek szervező, ellátó tevékenysége a környékre is kiterjed, továbbá lakosságának száma és foglalkoztatási összetétele, belterületének beépültsége és a közműveinek színvonala is a városokra jellemzően alakult ki. Most, volt egy jogi keret, környezet, amelyből kellett indulni. Nagyon köszönöm a meghívást, és egyben szeretnék is gratulálni a 10 éves évfordulóhoz. Tudjuk, hogy egy kezdetév elején alapított város esetében 10 év történelmi léptékkel nem egy nagy idő. Én azt gondolom, hogy ez a 10 év, az elmúlt 10 év az duplán, ha magamat vagy magunkon végignézek, akár triplán is számíthat, és akkor már nem is olyan nagy a különbség. Számunkra, akik igazi városban lakunk, és nem csatolt településen, szemben velünk talán periférikus kérdésnek tűnik a szétválások és az egyesülések folyamata. Én azt gondolom, hogy azoknak a településeknek, a település részeknek az életében ez egy véresen komoly kérdés, akik valamikor hozzá csatoltattak a városokhoz, illetve azóta szétváltak a várostól, elváltak. A történeti részről már az ongor elnök úr kiváló áttekintést adott, én csak slágbotokba szeretnék ezen átfutni. Hát az úgynevezett klasszikusaink is már foglalkoztak az önkormányzatokkal, tudjuk, hogy kikről van szó, ők ezt teljesen más módon fogták fel, hiszen arról szóltak, hogy azok és azok alatt értették a burzsvá polgári társadalmukat, mindig megkísérlik a központi kormányt a községek lehető legnagyobb önállóságával és függetlenségeivel megbénítani. Ugye a proletáriátusnak a leghatározottabb központosítással kell erre válaszolni. Meg is történt, látjuk, tudjuk, végigvonult az egész elmúlt időszakon. Ezek ma eretnek és durva gondolatoknak tűnnek, idővel szépen lefinomodtak, és elneveztük őket, ugye a demokrácia az mindig valami jót jelent. Időnként azt mondják, hogy ez a többség diktatúrája, ugye. De a demokrácia szót azt mindig beletették az ideológiai rendszerekbe, így aztán létrehozták a demokratikus centralizmust is, tudjuk. És ennek jegyében születtek és történtek dolgok megyében, Zongorú Szortmáráról. Igazából a járások megszűnéséről
megszűnéséig nagyon-nagyon kevésen beszélhetünk decentralizációról. Ez a decentralizáció, mint ahogy elhangzott a 71-es, a 48-as tanástörvény utáni 71-es új és korszakalkotó tanástörvénynek elnevezett törvényben is csak, illetve annak végletesen nem zárójelben, hanem gondolatjelben szerepel. Ez igazából az önkormányzati törvény, mint Magyar Levente úr itt korszakalkotó törvénynek nevezett, kisebb hibái ellenére is jelent meg vált teljesé decentralizáció a teljes önkormányzatiságban. Ugyancsak szerdán délután a Zirc Élete Képekben című fotódokumentum kiállítást nézhették meg a vendégek a Reguli Antal Múzeumban. A kiállítást Illés Ferenc múzeum igazgató nyitotta meg. A lehetőségek a kiállításhoz korlátozottak voltak. Az általam készített körülbelül 40 év alatt 15 ezer felvételből csak a töredéke az, amit ki lehet állítani. Nagyon nagy terem kellene ahhoz, hogy igazán be tudnám mutatni azt, hogy 40 év alatt a kisváros, korábban járási székely község hogyan nőtt. Ha fölnézünk, ott egy térképet látunk, második József korából, ott a lakosság létszáma 600 fő volt, most közel 8000-en vagyunk, akkor a község alapterülete a maihoz képes annak a 20-ad része volt. Tehát világos, hogy nagyon nehéz itt és most, ma bemutatni mindazt, ami a fejlődésen tud. Tehát az, amit én most kedves családommal, feleségemmel, fiammal, lányommal próbáltam összehozni, az csak jelzés értékű mindabból, ami Zircen mint változást érzékelni lehet. Ezt követően a galériába kalauzolták a vendégeket, ahol egy nemzetközi grafikai gyűjteményt mutattak be. 1989-től már egy országosan bejegyzett kis galéria található a Monostorban. Az egyik oldalszárny ad helyet a napjainkban létrehozott Zirci galériának. A lapos pilaszterekkel tagolt, rajzos tagoló elemek az eredeti tervnek megfelelően láthatóak a homlokzaton, melyek egységét ma már semmi sem zavarja. Korabeli ábrázolások alapján végeztük a helyreállítást az elmúlt években jó részt önerőből, a városi üzemek és a vállalatok közreműködésével és összefogásával. Így kerülhetett vissza a megelőző időben felszámolt bejárat is. A rekonstruált ajtó a helyi erdészet készítette el. A pilaszterek és a barokk íves nyíláskeret gazdag szövedékében helyeztük el a galéria és a művészeti alap emblémáját, megtartva az előbbiek kiülésének mértékét. Egy gyűjteménynek köszönheti létét galériának. Egy jelentős adomány vetette meg alapját 1971-ben. Zirc szülötte, a ma Prágában élő Bér Júlia 40 grafikáját ajándékozta a kisvárosnak. Fény és árnyék sorozatát. Példamutató kezdeményezését később mások, magyar és külföldi, cseh és szlovák, bolgár, román, német, lengyel, ész és volt jugoszláv művészek követték. Szinte valamennyien Bér Júlia festő és grafikus művész barátai, személyes ismerősei. A 10 éves évforduló emlékünnepsége január 13-án, azaz tegnap délelőtt volt a Városházán. Ezen a napon Varga István polgármester köszöntője után dr. Szabó Lajos, a Belügyminisztérium önkormányzati főosztályának vezetője mondott beszédet. Kedves színvoltja volt a napnak a 10-10 éves gyermek köszöntője, amit a díszpolgári címek és a Pro Urbe kitüntetések átadása követett. Igen, tisztelt vendégeim, tisztelt képviselőkök, tisztelnő ciszterciaták, hölgyeim és uraim. Zirc város képviselőtestülete nevében is nagy tisztelettel köszöntöm az emlékünnepség valamennyi résztvevőjét.
A Bolhány testvérváros küldöttségét élén Hermann Georg polgármester úrral. Dr. Kereskes Károly Tici apát üvet. Dr. Amerikát Lencés szerzetes fokon a művész üvet. Országgyűlési képviselő urat. Szabó Lajos főszervezet urat, a Belügyminisztérium önkormányzati városunk iszpolgárait, Berudorf és Dr. Szántól. A velünk egy időben városi rangot nyert városok küldöttségeit, Szerencsváros küldöttségét Magda Gábor polgármester úr vezetésére. Zalaszentgyörgy város küldöttségét Császár József polgármester úr. Heresváros küldöttségét Györfi József alpolgármester úr vezetésére. Sümegvárosból Tóth Tamás polgármester. Mindannyiunk nevében megkülönböztetve tisztelettel köszöntöm a mai ünnepségünkön díszpolgári címet, árnyelőket, illetve hozzátartozóikat és a próbúrbe emlékének kitüntetetjeik, akiket rövidesen név szerint is lesz alkalmunk köszönteni a város érdekében kifejtett áldásos terület. A meghívóból már kiderült, hogy mai emlékünnepségünk megrendezésére mi az okokat. Kötelességünknek érezte a város képviselőtestülete, hogy a jeles évfordulóról külsőségeikben is meghittséget sugalló rendezvényen emlékezzünk. A munkás hétköznapok közt is kell egy-egy nap, amikor a mentett útra visszatekintünk, eredményeinket számba veszünk, a kiemelkedő életműveket elismerjük, méltatjuk, ünnepelünk. Egy ilyen ünnep városunk életében majd. A jubileum alkalmából egy emlékező hetet szerveztünk, aminek keretében irodalmi vetélkedő, matematika verseny, ki mit tud, rajzverseny, középiskolások képzőművészeti alkotásainak kiállítása, sportversenyek, kiállítások a Művelődési Ágyban és az Irci Galériában a legjobb. Tegnap egy tudományos emlékülős hallgattunk meg a kisvárosi létről, a vonzás körület és a kisváros kapcsolatrendszeréről, az együttműködés fejlesztésének lehetséges módokat pedig. A mai nap a megemlékezésé, a kitüntetettek ünnepésé, a hálózásé. Erdélyi József, Dala Bakonyalján. Ide kéklik a bakony, hát a csupa erdő. Oda híja bánatok, gyere ájba költő. Vár a bakonyhegyek kék sűrű vadonába, betyárok és römeték híres bakonyába. Ne üzenges, ne hazudj bakony erdős háta, hiszen minden földi zúg valaki sajátja. Megolvasta fáidat ez a világ régen, számba vette a vadat erdőt sűrűjében. Bakony alján, bakonyban, akárhol az ember, tagosított pavonyban uraké a fegyver. Remetét sem tűre por, költőre sem hallgat, s jól megrágja ki, mit szól, ára van a tarnak. Rajtad át is vén bakony, úgy robog az utas, zakatuló vonaton nincs már hova bújtas. Villámgyorsan száll a szó hetek hét határon, s a szegény dugodozó fönn akad a hágon. Mégis elmegyek, ragyogjon a késő, zöldság frakkol a hegyet, üsse a reménység. Nem múlhat el a bakony, nem a magyar ember, álmot nem üthet agyon semmiféle fegyver. Tisztelettel felkérem dr. Szabó Lajos, a Belügyminisztérium önkormányzati hivatalos vezetőjét, hogy tartsa meg ünnepi megemlékezését, aki egyébként nem először jár városunkba és ismerősként lép vissza már hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt ünnepi emlékülés, hölgyeim, uraim! A
településeket, községeket és városokat, mint élő és önmagukat folyamatosan újjáteremtő organizmusokat foghatjuk fel. Ez a szervezet alkotja azt a vázat, amelynek keretén belül az életnek meg kell oldani a feladatait, meg kell valósítani a igényét. Azáltal, hogy ezt megteszi, egyúttal újabb réteggel, újabb színekkel, változatos közszolgáltatásokkal járul hozzá lakóközössége komfortérzetének javításához. Hitet tesz korának életviteléről és kívánalmairól, érzékelhető formába önti életfelfogása. Ezt az elvet bizonyítja Zirsz történelme is, amelyet az 1482-től tudunk a leírásokból nyoma követni. Ekkor harmadik Béla király Zirszre telepítette a francia ciszterci rendet és apátságot alapított. Zirsz gazdaságát és kulturális életét ezután mintegy 300 évig a török vidékig a rend határozta meg, de továbbra is egészen 1945-ig éreztette a hatását a település életében. A török időkben mind a település, mind az apátság elpusztult, így csak 1715 és 1720 között épült újra. Zirsz később is gyorsan fejlődött. Második József 1786-os összeírásában már Oppidumnak nevezik. A mezőváros 1814-től a magyarországi ciszterci terem tartományi központjává vált. Az apátság mai formáját az 1840-es években nyerte el. Ekkor lett Zirsz a cseszneki járás székhelye és az egész Bakonyvidék egyik gazdasági és kulturális centruma. A két világháború között Zirsz fejlődése stagnált, csak villamosítására került sor. A környéke viszont a bauxit, a mangál és a szénbányászat révén gyors fejlődésnek indult. Az egykori mezővárost 1970-ig járási székhelyet, majd nagyközséget 1984. január 1-től várossá nyilvánították. A városi rang alig valamivel a település 800. évfordulóját követően korán sem valamiféle állami adomány volt. A város alapításához jelentős mértékben járult hozzá Zirsz és város részeinek dolgos, szorgalmas népe. Zirszen az elmúlt 10 esztendőben is nagyon sok változás történt. A város fejlődését jelentő beruházások közül kiemelésre méltó, hogy a település központjának arculata megváltozott. A 18. század végétől a 19. század elejéig épült, szigeteletlen épületeket le kellett bontani, a helyükre a Rákóczi téren a műemlék környezetben jól illeszkedő 40 lakás és egy sor üzletnek helyet adó épület több létesült. Ugyanilyen felfogásban épült meg az OTP finanszírozásával a teret nyugatról záró épület, amelynek elemeleti részén szintén lakások és vállalkozási irodák kaptak helyet. Az elmúlt 10 évre tehető a Fáy utca teljes kiépítése, ahol ugyancsak az OTP építette meg az összkomfortos lakásokat. A közel 100 lakást magába foglaló épülettön külső megjelenésében is vonzó. A tervező szabadjára engedve fantáziáját, tetszetős főbejáratokkal, egyedi beépítési formák alkalmazásával tette változatos szerkezetűvé az utcaképet. Az elmúlt 10 esztendőben fejeződött be a város északi részén az erdőalja lakótelep, ahol 72 családi házas bányász társasház és néhány igen stílusos egyedi lakóház zárja a lakótelep. Zirsz délnyugati részén az úgynevezett kukoricaföldek lakótelep épült meg több mint 70 családi házzal. A település déli részén pedig a kenderföldek családi házas lakótelepe létesült. Az utóbbi 3-4 esztendőben a Háromhegyi és a Forráskút utcák házai épültek föl, közel 100 igényes családi házra. Jelenleg a város nyugati részén folytatódik az otthonteremtés a Cigánydom lakótelepe. A lakásépítésekkel csaknem párhuzamosan, folyamatosan épült, az utóbbi 3 évben felgyorsult ütemben is mintegy 60%-os készültségi szinten a szennyvízcsatorna hálózat, amelynek végállomása a biológiai szennyvíztisztítás. Költségeit központi, önkormányzati és lakossági erőforrásokból finanszírozza a Városi Szennyvízcsatorna Társulás. A városban a kereskedelmi ellátásban is jelentős változás következett el. A jól működő áfész kereskedelmi és vendéglátó egységei mellett megjelent a nagykínálatú magánkereskedelem, vendéglátás és a sokoldalú lakossági szolgáltatás. A
város aktív lakosságát foglalkoztató üzemek 80-as években még jól prosperálónak látszottak. A piacvesztés, a gazdaságtalan termelés miatt azonban jó részt ezek leépültek, átalakultak, amelyek következtében a dolgozók az országos átlagnál valamivel nagyobb arányban váltak munkanélkülivé. Jelentős számú munkahely teremtésére egyelőre alig látható esély, bár az üzemek privatizált egységeiben munkálkodik a fejlesztést jelentő alkotószer. Jó példa a munkahelyteremtésre a Bakony Termelő Szövetkezet külföldi érdekeltségű Beteku üzeme, vagy a Burgonya Szirom üzeme, mindkettőben főleg a női munkaerőt tudják foglalkoztatni, ezek a törekvések a jövőben a fejlődés ígéretes példája. A város egészségügyi ellátásában jelentős szerep jut az Erzsébet Kórháznak és a rendelőintézetnek, amely történetének 90. évén túl napjaiban vált igazán Szirsznek és város környékének az egészségügyi intézmény. Jelentős fejlődésnek indult műszerezettsége a műtői és mentőszolgálata. Kiemelésre méltó a mentálhigiénés és gyógyító műtő. A körzeti házi szociális ellátás és orvosi ellátás az országos átlagnál jobb, hasonlóan jó a városok sorában is összehasonlítással a gyermekorvosi ellátás. A közoktatásban jelentős fejlődés érzékelhető. Így megemlíthető a mezőgazdasági gépszerelő szakon a szakközépiskola alapítása és a gazdaasszony képzés megvalósítása. Az egykori Zirci 307. számú szakmunkásképző intézet nagy választékban ajánlhat szakmai képzést a pályaválasztó fiataloknak. Amíg az iskola az újra működő ciszterci rend monostorában tevékenykedik. Remélhető azonban, hogy rövidesen új épületben folytathatja munkáját, átadva a kolostort eredeti tulajdonosát. A harmadik Béla gimnáziumban az általános képzéshez megszervezték a speciális művészeti nevelési tagozatot, amely iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik a térségben. Újszerű képzési lehetőségnek számít a 6. osztályos gimnázium megszervezése, ami nem kétséges, hogy az egyetemi tanulmányokhoz az igényesebb, sokoldalú felkészültséget a hosszabb ideig tartó gimnáziumi tanulmányok biztosítására teszi lehetővé. Az óvodák, az általános iskolák működése hasonlóképpen kiegyensúlyozott a városban. Az emlékünnepség egy nagyon kedves kis epizódjához értünk. 10 éves kisgyermek köszöntője következik, akik a Reguli Antal és a Békepi Antal általános iskola tanulói. Kedves felnőttek, vendégek és zírciek! Mi 10 évesek a Reguli Antal és Békefi Antal általános iskola tanulói. Szeretettel köszöntjük mindnyájukat szülővároson Zirc városán nyilvánításának 10. évfordulóján. A városavató ünnepség 1984. január 13-án volt, éppen ma 10 esztendeje. Az csak természetes, hogy a születésnapon szülővárosunkról szólunk. Hol is van a mi szülővárosunk? Európában, Magyarországon, a Dunántúlon, a Bakony-hegység szívében, Zuhapatak völgyében. Vannak, akik Zircet a Bakony fővárosának tekintik. Mi ezt a megállapítást megtisztelőnek tartjuk. Szülővárosunknak nagyon szép a földrajzi környezete. A tengerszint felett 400 méter magasan fekszik. Északról a Szesztrahegy, nyugatról a Pintérhegy, délnyugatról a Háromhegy, délről a Kokashegy védi a változó irányú és sebességű szelektől. Keletről nyitottabb a tér, de szerencsére a magas Bakonynak ezen a területén a keleti szél sohasem volt uralkodó légáramlat. Ha mégis előfordult keletről érkező vihar, ilyen esetekben jelentős védelmet nyújtott a ciszterciek által a 18. században alapított 20 hektáros alatt. Azt gondoljuk, hogy az eddig elhangzott néhány földrajzi név magyarázatra szorul. Szesztra, Zsuha, Zirc. Ezek szláv eredetű szavak. Azt jelenti számunkra, hogy a honfoglaló magyarok előtt ezen a területen rövidebb,
vagy hosszabb ideig szláv népesség lakhatott. A szesztra magyarul nővére. Két hely testvérként kapaszkodik egymásba. A cuha szárazat jelent. Igen, sokszor előfordult már, hogy a szárazság esetén a parton mentén egy csepp vizet sem láttunk. Az idősebbektől viszont azt is hallottuk, hogy ez a veszélytelennek látszott cuha 15-20 évenként haragra gerjed és medréből lépve elönti a szomszédságában lévő Jóni Géza utcát és az egész hosszú létet. Zic neve is szláv eredetű, származhatott a zsirek szóból, ami jól makkoló területet jelent, igaz lehet. Vagy a szerce, magyarul a szív szóval. Miért is ne lehetne szülővárosunk a vakon szíve? A harmadik feltevés a cík szóból történő származtatás. Egyedülálló templom. Ezt is elfogadhatjuk, mivel a Kossuth utca déli végén lévő kis templom mellett a királyi pihenőhely területén 1982-ben feltártak egy középkorban épített templom alapjait, ami ma is látható. Nem igazság? Kérjük tessék a három feltevés közül választani. Ha már szóba került a királyi pihenőhely, említést már tennünk alapításáról is. 1061-ben a Mosoni csatában megsebesült első András király győzőválasztották, és a királyi pihenőhelyen belehalt sebeibe. Onnan Tihanyba szállították, és az általa alakított tudani apátságban helyezték örök nyugalomba. A tények alapján szülővárosunkat akár 932 éve településnek is tekinthetnénk. Sajnáljuk, de Zirc alapítása nem tehető a 11. századra, mert a történészek és a régészek nem találtak eddig olyan bizonyító adatokat, leleteket, amelyek arra utalnának, hogy a királyi pihenőhely környezetében számottevő népesség élt volna. Azt viszont megbízható forrásokból tudjuk, hogy harmadik Béla király 1182-ben hívta a mai Zirc területére, Szent Bernát alapította a Franciaországi imádkozott és dolgozó ciszterciónkat. Ők képesek voltak arra, hogy az ősbakonynak azon az irdatlan területén megépítsék a maga hívő templomukat és kolostorukat, és példát mutassanak a világi népességre, az erdők irtására, az irtások helyén a földek növelésére, az állatok tenyésztésére. A Bakonyhegység lábainál megtelepedett a tonfogalom magyarság, a jó példa láttán belkölködött az erdők fülőjébe, ahol megtapasztalta, hogy ilyen éghajlati és nehezen megjárható domborzati viszonyok között csak nagy kitartással és szorgalommal tanulható meg, évről évre a mindennapi kenyér. Biztosak vagyunk abban, hogy Zirc mindenkori lakossága ebben a tudatban élte meg több, mint 800 esztendős történetét. Ma is így élünk, mivel tudtuk, hogy az emlékünnepségen Zirc fejlődését jelentő minden fontos esemény szóba kerül, ezért mi csak szülővárosunk születésének körülményeiről és küzdelmes korláról akartunk néhány gondolatot elmondani. Befejezésünk, mi 10-10 évesek, szülővárosunk várossá nyilvánították a 10. évfordulóját. Minden iskolatársunk nevében azt kívánjuk, hogy legyen az egész világban, hazánkban, szürke hazánkban, és békesség és szeretet az emberek között. Azt szeretnék, ha mindenkinek, aki dolgozni akar, lenne munkája, mert csak a munka adhat értelmet az életnek. Az élet él és élni akar. Minden polgárának. Üdvözletünket küldjük Tamási város lakóinak. Köszöntjük Szeghalom város polgárait. Kérjük Zalszentgót küldöttségét, adják át szívélyes üdvözletünket a város minden lakójának. Köszöntjük Pásztor város polgárait. Üdvözletünket küldjük Szerencs város lakóinak. Köszöntjük Jó város lakóinak. Kérjük Heves város küldöttségét, adják át szívélyes üdvözletünket a városok lakóinak. Köszönjük Dorog város lakóit!
Üdvözletünket küldjük Tiszafüred polgárainak. Kérjük Sümeg város polgármesterét, adja át szívélyes üdvözletünket Sümeg város minden polgárának. És végül mi 10-10 évesek, szeretettel köszöntjük szülővárosunk Zirc minden lakóját, városság nyilvánításának 10. évfordulóját. Köszönjük a gyerekeknek ezt a meleg hangú, nagyon kedves megemlékezést. Dr. Zongor Gábor, a megyei közés elnöke kér szót. Tisztelt ünnepi emlékülés, hölgyeim és uraim! Tulajdonképpen Veszprém megyei önkormányzat közgyűlési nevében nem tudok bölcsebb dolgokat elmondani, mint előbb a 10-10 éves. Én azt kívánom önöknek és önökön keresztül valamennyi kedves zirci polgárnak, de azok a kívánságok, amiket a gyerekek megfogalmaztak, lehető legrövidebb időn belül valósuljanak meg. Mindenki legyen boldog és békés Magasbakony fővárosában, és engedjék meg, hogy a mai emléknap alkalmából annak jelzéseképpen is, hogy Zircet Veszprém megye szerves részének tekinti, sajátjának érzi, hadd adjak át polgármester úrnak Veszprém megye címerét, jelképező emléket, és viseljék úgy, mint ahogy mi szeretjük Zircet, fogadják szeretettel. Fogalmaztam, hogy egy nagyon kedves kis epizódhoz érkeztünk, akkor most úgy kell, hogy fogalmazzak, hogy az emlékhét, főként a két emléknap, azt hiszem legünnepélyesebb pillanataihoz értünk. Az új diszpolgári címek és a Rúrbe emlékjelmek átadására terül sor. Felkérem Valga István polgármestert, hogy ezt meg. Zircváros képviselő testülete a 164.1.1993 számú határozatával posztumusz diszpolgári címet adott dr. Lusz Sándornak. Dr. Lusz Sándor 1896-ban született Bélaházán, 1969-ben halt meg Balatonfüreden. Iskolái szülőfalujában, Pozsonyban és Budapesten végezte. 1920-ban avatták orvossá a Budapesti Orvosi Egyetemen. 13 évig járási tisztiorvos, majd 1935-től felkérik az Irci Erzsébet kórház igazgatójának és sebészfőorvosának. Az akkor 35 ágyos elfekvő, fertőző betegek egy gyógyító kórházat hatalmas energiával, jól elgondolt szervező munkával, építkezések kezdeményezésével 110 ágyas kórházat fejlesztette. Megalapította a sebészeti, a belgyógyászati, a szülészeti, a fertőző osztályokat, modern konyhát, mosodát, szakrendelőt, tüdőgondozót alakított ki. E kimagasló kórházigazgatói szervező munkát elismerve Nemes Géniuszának legnagyobb műve mégis a közel 5 évtizedes gyógyító munka, a 15 ezer sikeres műtét és a sok 10 000 meggyógyított beteg volt. Zirces természetes vonzás körzetének társadalmak kegyelettel és nagy tisztelettel őrzi dr. Lusz Sándor kórházigazgató sebész főorvosát. Posztumusz diszpolgári címet Békefi Antalnak adományozott. Békefi Antal 1926-ban Bakonyoszlóban született, 1982-ben Mintás Szombathelyen. Az elemi iskolai szülőfalujában, a középiskolát Budapesten és Győrben végezte. 10 éves korában elveszett be édesanyját két kisebb testvérével félára. A Jeles Kántor tanító édesapjának második házasságából 3 gyermeke születik. A 8 tagú család alig elmesélhető tragédiái következnek. A II. Világháború vészterhes éveiben a hadgyermek édesapja, a II. Világháború hősi halottja, majd ő utána elragadja a halál a nevelőanyát és édesanyját is. Az elmaradt 6 testvér közül a legidősebb Antal a támasz, az összetartó erő. 17 évesen édesapja nyomdokába lép be szülőfalujának kántora, majd tanítói oklevéllel a birtokába szellemi
Birtokában Kántor tanítója. Tanít, irányítja, szervezi szülőfalujának szellemi életét, és közben tanul Budapesten középiskolai énektanári diplomát szerez. Zenei tehetségére, kiemelkedő pedagógiai munkájára, az oktatás dircijárási és Veszprém megyei vezetői felfigyelnek, és 1950-ben a járási székhelyre Zircre helyezik. Zirc szellemi zenei életének hagyományait tiszteletben tartva arra építkezve fogalmazza meg terveit, középiskolai énektanárként teljes óraszámban tanít az Zirci általános iskolában, és a munkájával párhuzamosan alapítja meg az úttörő gyermekkórust, az úttörő zenekar, és újra alapítja a két világháború között is működő felnőtt vegyes kar és a szimfonikus zenekart. A napi pedagógiai feladataival a négy művészeti együttes próbáival párhuzamosan kitartó szorgalommal gyűjti a vakonyi népdalokat és eltűnőben levő önállató paraszti társadalom népi hagyatékának egyéb értékeit. Múzeumot alapít. A nap minden órájában nagy energiát igénylő munka mellett levelező úton zeneszerzést tanul és sikeresen diplomázik. Gyermekkori operákat és más zenei műveket is alkot. Békefi Antal az 50-es években a diktatúra legnehezebb éveiben volt az Zirci szellemének és kimagaslóan a zenei élet meghatározó tényezője. Az általa vezetett művészeti együttesek hangversenyeivel, gyermekoperáinak helyi, megyei, országos szintű előadásaival, a Magyar Rádió felvételeinek rendszeres sugárzásával tehette Zircet országos szinten ismertebbé. Bár Békefi Antalt 1959-ben Zircről Szombathelyre a tanárképző főiskolára helyezték, de tanszék között ő főiskolai tanárként is a Bakony szerelmese maradt. A Magyar Tudományos Akadémia külső munkatársa számtalan népzenei, zenetörténeti tárgyú dolgozat és könyve jelent meg. A kiadásra vár a Bakonyi Népmesék és Munkadalok gyűjteménye. Békefi Antal emlékét Zirc és a Bakonyi falvak lakói örökre szívű vezette. Város képviselőtestülete Varga Gyulánynak Zircváros díszpolgári címet adományozza. Varga Gyuláni nyitrai Mária Nagyváradon született, iskolái szülővárosában, majd a debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományi Egyetem ápolónő és védőnőképző intézetében folytatta, ahol 1935-ben szerzett egészségügyi védőnő diplomát. 1935-től közel 2000-ig a Debreceni Sebészeti Klinikán teljesített szolgálatot, mint műtős asszisztens. Zircre 1937-ben nevezték ki körzeti egészségügyi védőnőnek. Körzetéhez tartozott Zirc, Olaszfalú, Borzavár, Nagyesztergár, Aklipuszta, Tündérmajor, Eplény, Vejhuszta és Pardosre. Mivel akkor még kevés volt a szakember, a minisztérium kérésére díjazás nélkül elvállalta a Duda és Bakonynának községek gondozását is. Közlekedési eszközök hiányában a gondjaira bízott községeket gyalog közelítette meg. 1951-ben kötött házasságával, négy félárva kiskorú gyermeknek lett nevelőanyja, egy fiú gyermeknek pedig ő adott életet. Sokrétű és felelősség teljes munkájával össze tudta egyeztetni az gyermek nevelésének és a háztartás vezetésének feladatait. 1953-tól járási egészségügyi védőnővé nevezték ki. 1969-ben kért a nyugdíjazását. Varga Gyuláni 45 éven át példás szakmai tudással, kitartó türelmességgel nyújtott segítséget, adott tanácsot az áldott állapotban lévő kismamáknak, a világra jobb csecsemők gondozásában, a felnőtt betegek ápolásában, átadva gazdag tapasztalatait az utána következő védőn a nemzedéknek. A csendesen, látványosság nélkül, de kitartóan végzett több évtizedes munka kimagasló egészségügyi védőmői teljesítményt adott. Város képviselőtestülete díszpolgári címet adományoz dr. Stark Helen. Dr. Stark Elekné Budapesten született. Az elemi és a polgári iskolái Zircen a tanítóképző Pápán végezte el. A pedagógus pályairánti vonzalmában jelentős szerepet játszott édesapja, Masszi József, a kiváló néptanítóigazgató. Dr. Stark Elekné 1940-től beosztott pedagógusként hosszú évekig a legnehezebb pedagógiai feladatot, az első osztályosok tanítását vállalta. Példás türelmességgel, választékos módszerekkel vezette be a 6 éves tanítványait a betűvetés, olvasás, számolás tudományába. A rábízott gyermekek szinte észrevétlenül szerették meg az iskolát, a tanulást.
csendes, szomély, szeretetet sugárzó személyisége, tisztelték tanítványai, a szülők és pedagógus kollégái egyaránt. Kimagasló szakmai munkájára alapozva hosszú évekig volt az iskola igazgatóhelyettese, 1968 és 1969 között igazgatója. Vezetői beosztásában az iskola pedagógiai feladatait szem előtt tartva, kollégáinkhoz mindenkor segítő szándékkal közeledett, továbbra is megtartva a jellemző, megértő, elfogadó magatartást. A nagy szellemi energiát igénylő vezető pedagógusi munkája mellett nevelte három fiúgyermekét, és vállalt 3 évtizeden keresztül közéleti munkát. Pedagógiai, közéleti munkáját mindig átlagon felüli mércéhez igazítva, kimagasló eredményességgel végezte. Város képviselőtestülete díszpolgári címet adományoz Hermann Georgnak, Bolhány város polgármesterének. Hermann Georg 1938-ban született. Alsó és középfokú iskoláinak elvégzése után pedagógus pályát választva tanári diplomát szerez. A tanári munkával párhuzamosan kiemelkedő közéleti munkát végez, amelynek ismeretében a város lakosságának bizalmát elnyelve 1979-ben polgármesteré választja. A Bolhelyem és Dirsz testvérvárosi kapcsolatait a kislépések logikájával már 1980-tól támogatja. Számtalan énekkar magyarországi utazását segíti, akik az Irci vegyes karral évről évre közösen adnak hangversenyt. Hermann Georg alkotó szellemű baráti kapcsolatot épít ki elsősorban az Irci Áfész vezetőségével és az ő közvetítésük révén Zirc város vezetőivel. A sokoldalú együttműködés eredményeként Bolhelyem és Zirc vezetői 1990-ben aláírják a testvérvárosi kapcsolat alakító oklevelét. Ugyanebben az évben a kiváló szervező városában népszerű Hermann Georgot városának polgárai nagy fölénnyel újra polgármesterükkel választják. A testvérvárosi kapcsolat példaértékű szervezése mellett Bolhelyem város évenként jelentős összeggel támogatja az Irc város fejlesztő programját. A két város eredményes együttműködése Hermann Georgnak, az Irc város nagybarátjának elérülhetetlen érdeme. Átvészelve 1974-től az Irci Műemlék Könyvtárban az Országos Széchenyi Könyvtár tálatvezetőjeként dolgozhat. Kinevezésében jelentős szerepet játszott kiemelkedő német nyelvtudása. 1975-től ugyanitt könyvtárosként dolgozhat, majd levelező úton az Ötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár szakán szerez diplomát. A nagy szellemi energiát igénylő egyetemi tanulmányai és a könyvtárosi feladatok mellett is készséggel vállalta a németországi Bolhelyem és Dirsz testvérvárosi kapcsolatainak kiépítésében a német nyelvű közvetítő szerepet. A német kórusok és az Irci vegyes kar közös hangversenyi alkalmával több mint egy évtizede ő vállalja a magyar és német nyelvű konferenciai szerepet. A német nyelvterületről az Ircre érkező vendégeknek maradandó érdekű információkat közvetít városunk történetéről, a magyar kultúra és tudomány értékeiről.
képviselőtestülete frissen adományozott programja emlékében adományozza Hervai Ferenc levelét a ciszterci atyának. Elemi iskoláit szülővárosában végezte, Pécsett érettségizett a Ciszterci Rendőr Gimnáziumában. 1937-ben noviciátus, majd 1940-ig teológiát tanult Zircen. Ezt követően a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatója, ahol 1944-ben földrajztörténelem szakon középiskolai tanári oklevelet szerez. 1944-46 között az Zirci apátság házgondnoka. Majd Egerben a Ciszterci Gimnáziumban tanít és a diákotthon vezetője. 1948 és 51 között ugyanitt káplán. 1950-től a szerzetes rendek megszüntetése után a diktatúra tanügyigazgatása a szerzetes tanárok munkájára nem tartott igény. A törvénytelen döntése következtében Hervai Leventét csak fizikai munkára alkalmazza. Így lesz erdészeti munkás. 10 esztendős fizikai munka után 1961-ben Koholt vádak alapján perbe fogják és börtönbe kerül. 1963-ban szabadul. Ettől az évtől kerülhet olyan munkakörbe, ahol végzettségének megfelelő helyen dolgozhat, kutathat. Közel 2 évtizedig a Tudományos Akadémia és az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos, majd főmunkatársa. 1981-től nyugdíjazzák. Kutató munkája eredményeként jelenik meg 2 önálló könyve, 3 könyv alkotásában társszerző és több mint 30 tudományos értekezése jelenik meg. 1990-ben a Ciszterci Rend újraalakításától Zircre kerül, és a rendszerváltozás után nagy energiával dolgozik az Zirci Cserkész csapat újraalapításán. Kiemelkedő szervező munkája nyomán a Cserkész csapat 1991. január 8-tól eredményesen működik. A cserkészeket a természet szeretetére és a környezet megóvására neveli, cselekvési akciókat szervez a város széleken elszórt szemét összegyűjtésére. Az Ircen is folytatja történelmi tárgyi kutatásai, publikációi az utókor számára pótolhatatlan értéket jelentenek. A középiskola elvégzése után Győrben Esztergályos, majd Örkényben mezőgazdasági gépész szakon szerez szakmunkás bizonyítványt. 1956. szeptemberétől a Távai 304-es számú szakmunkás képzőintézet oktatója. Munkája mellett levelező tagozaton a Budapesti Műszaki Egyetem 1963-ban mezőgazdasági gépészmérnöki, majd 1966-ban mérnöktanári diplomát szerez. A szakma minden lépcsőfokát bejárva minden vágya az volt, hogy gazdag tapasztalataiból, magas szintű tárgyalásából a lehető legtöbbet adjon át a rátkezett tanítványainak, a jövőt építő nemzedéknek. Dunántúli szakfelügyelőként 1969-től az Ircen igazgatóhelyettesként, 1979-től igazgatóként is ugyanezek a pedagógiai célok vezérelték és vezérlik ma is. A szakmai közvélemény pedagógus újítóként, tantervkészítőként és tankönyvíróként is megismerhettek. Pedagógiai szervező munkájának kiemelkedő eredménye 1982-ben mezőgazdasági szakon a szakközépiskola indításának megszervezése és az 1986-ban a gazdaasszonyképzés feltételeinek megteremtése. Földvári Béla átlagon felüli eredményességgel végzett vezető pedagógusi munkáját 1993-ban a Veszprém megyei önkormányzat Apácai Csere János díj adományozásával ismerte el. Képviselőtestülete Prógrúber emlékérmet adományozott az Ircsi vegyes karnak. Városi vegyes kar 1967. január 18-án alakult meg, és azóta folyamatos
hivatalosan működik. A Városi Művelődési Központ művészeti együtteseként indul a kórus szponzorai, az IRCFS, a Bakony TSZ és az első években a Tudari Szélmányi szakszervezete. Ezért az elmúlt esztendőben szövetkezeti munkás kórusként szerepel. A vegyes kar működésének történetében kiemelkedő értékmérő a Szolnokon rendezett országos találkozónként odaítélt aranydiploma, azt követően a fesztivál kórus minősítés. Több másrangos hazai díjak, elismerések mellett a kórus kiemelkedő szerepet töltött az IRC testvérvárosi kapcsolatainak megteremtésében, folyamatos megtartásában. Kiváló kapcsolatokat épített ki a németországi kormány az erdélyi való testvérvárosok kórusaival. Jelentős együttműködést ápol Kassa városának magyar együtteseivel is. Az IRC vegyeskar a város zenei életének meghatározó tényezője, tagjai díjazás nélkül az együtt éneklés szeretetéből a lelket megnyugtató tiszta harmóniák élményéért vállalják a komoly munkát igénylő próbákat és a széles körű fellépést. A vegyeskar több mint másfél évtizedes kiemelkedő működésében meghatározó szerepe volt Bozai József karnagynak és Szalai Miklós nyugalmazott agrármérnöknek, a kórus elnökének. A Városi Kórusnak a kitüntetéshez és Bozzai József Harnagy úrnak befejezésül hallgassuk meg az ő műsorukat. Kedves nézőink! Műsorunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden 10 órától. Új hírműsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra jövő pénteken!